Sziasztok! Folytassuk a Dunsztárot. És után elveszítettük a robotunkat, aki alapvetően egy nagyon jó karakter volt, és nagyon jól álltunk vele. Így folytatásba a könyvtáros lénivel fog beszélni. Sok mindent tud. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog takarni. Nem alszik, és valamit nagyon utána vettem, ismerem azt a szót. Jó, ugyanúgy nincsenek bekapcsolva a DLC-k, és akkor így megyünk előre. Majd a utolsó karakter run után kapcsolunk megnézzük a két DLC-t. Ez egyik karakterről. De azt még nem tudom, hogy mikor lesz, de akkor majd biztos, hogy nézünk egyet. Jó, hát akkor a szokásos. Itt valamit láttam a szigeten. Aha, ott malacok vannak, meg temető. Gyűjtünk egy kis virágot, nem az összeset persze. Magot, füvet. Van nála két papír. Amivel nem tudom, mit fogunk tudni csinálni. Azon a leírásban, hogy ő sok mindent tud, tehát... ó, igen, tehát ha megnézitek, hogy mit tud... Aha, nála nem kell Science Machine egy csomó mindenhez. Tehát nálam, mert egy csomó minden nyitva van. Ez jó, így nem vagyunk annyira rákényszerítve arra, hogy találjunk aranyat a játék elején. Ez a súlyvirágból is van bőven. Gyorsan csinálunk. Itt a játék legelején ezzel a karakterrel már egyből adott, hogy amint csak lehet, tudjunk tábort verni. És úgy folytassuk a dolgot, tehát ha találunk egy jó helyet, mielőtt ez a fenti rész, ahol három nyúlőreg is van egymáshoz közel, ami nagyon ígéretes, akkor ott már el is tudunk táborozni. Sőt, itt is van kettő. Jó. Oké, itt van két nyúlureg. Itt van három nyúlureg, itt az út. Nem is fogunk nagyon messzire menni. Sőt, még itt kő is van. Itt fogunk letáborozni. Csinálunk szenet. Ezt így gyorsan a legelején, amielőtt jön a faent, és... megbánt minket lelkileg, meg testileg. Azelőtt itt a környező erdőt, ezt felégetjük. És utána majd én ültetek én magamnak. Már itt messze van. Jó. Kezd sötétedni, jól látom.
sima tábortüzet fogunk az első este rakni. Utána majd rámegyünk az állandóra. Ott kéne még azon, hogy csapdákat tudjunk csinálni. De reméljük, hogy azt is találunk hamar. Igen, ott botból van bőven. Jó. Meg kő is van. Az a jó ez a tüzes dologban minden mellett, hogy adsz szenet, és akkor azzal már... Egyből neki tudunk állni mondjuk csinálni szárítót, sütőt, tehát hogy... Ezeken fölül még az is jó, hogy a saját területet azt ki tudjuk jelölni. És akkor nincs az, hogy a... Egyesével ki kell vágnom a fákat ahhoz, hogy... Jó, valahogy ide központi helyre tesszük, hogy mindegyik... mindegyik irányba közel legyenek a... Nyúlreg, itt van 3. Itt van 2. Hány virágom van? 6 virágom van. Jó, itt is van egy virág. Jó, ide még gyorsan elszaladunk. Ja, természetesen azért az első nem tudunk csinálni még sütőt. Meg semmi különöset. Mondjuk csapdát már tudunk csinálni. Ha csinálok egy csapdát, akkor azért még maradnak dolgaim. Azt azért már ledobjuk ide. Oké, és akkor most eszünk egy picit. Addig én is iszok egyet. Keresünk még egy flintet, hogy itt volt egy, hogy meg tudjuk csinálni a végleges tábort, mert itt vannak sziklák, ott a flint, ott van bokor is. Meg tudjuk gyorsan csinálni a végleges tábort, hogy a... Tehát van még egy flintünk, de amúgy összenézem, hogy talán itt pont itt van a, itt vagyunk a szélén, a térképnek. Nem? Itt is van egy út, és ez egy olyan területnek néz ki, ami szokott lenni arany, de ez csak átkötő. Elnézünk felfelé. Sőt, most inkább jövünk, és úgy megyünk vissza, hogy meg tudjuk csinálni a tábort. És akkor nem veszítünk úgy időt. Jó,
még egy fejszét, és akkor még lesz elég úgy. Kollégám, aki sokat segít, vagy hát sok tanácsot ad a játékba. Hogy alapvetően a köves út egyik végén található az a láda, amelyik követ minket. Lehet, hogy ki is próbáljuk. Kell, és akkor gyorsan megcsináljuk a koszorút is. Van egy fákjánk. Hát persze biztos, hogy jó ötlet volt elindulni egy ekkora útra, de meglátjuk majd. Oké, itt a malac király. Gyorsan körbenézek, hát nekik itt van. Milyen nagy pusztaságban élnek ők itt.
ezt meg fogjuk itt kivágni a sötétedés alatt. És akkor itt letáborozunk. Ezt még megsütjük, de nem szeretem, hogyha ilyet eszik. Mert nem dob rajta, de az éjséget elmulasztja. Most így még a játék elején ez még egyszer belefér, hogy... Így kicsit kockáztassuk. És ugye megnézzük, hogy mit is találtunk itt igazából. Térképen. Tehát itt van egy malac falu, az teljesen jó. És elég messze kerültünk a bázistól. Igen. Bár a köves út, ha jól látom, az pont végig visz oda. Tehát reggel, hogyha akarjuk, akkor vissza is tudunk menni, de én inkább azt mondom, hogy még fedezzük fel dolgokat. Egy napra elegendő ételünk még biztos, hogy van. És alapanyagunk is. Tehát azzal úgy... Ez volt más, amit ezt a területet, hát azt még jobban átnézzük. Jó sok pók van. Ide majd tudunk jönni pókokat farmolni. Lehet, hogy egyet be is vállalok. Hoppá, hoppá. Hálót szereztünk. És azzal el leszünk egy darabig. Jó, na nézzük, tehát ez a csücsök, ez megvan. A fenti részt még megnézzük. A
És akkor lehet, hogy ez az egész nyúlvány itt ennyi volt. Irány vissza. Most nem a úton megyünk, nem van időnk. Kicsit bejövít fel, felfedezzük a erdő mélyét. Szerintem este lehet elborúzni. Persze ameddig tudunk megyünk és nézelődünk. Itt is van egy út, és szerintem ez az út lesz az, ami elvisz minket a másik felére. Igen. Igen, és akkor itt van a itt vagyunk a ez nyúlik be a másik sziget fölé. És akkor itt tudunk majd aranyat bányászni. Meg követ, sok követ. Vegyünk itt gyorsan egy kört. Oké. Tényleg mondom vagyok, hogy ide építünk egy tábortüzet. Négyné. És neki állunk bányászni. Az egész estét itt el tudjuk bányászni. Lassan mehetünk vissza majd a bázishoz. Ez, hogy hol legyen a bázis, pláne úgyhogy nincs szükségünk, nem kell letennünk Science Machine. Így ez még jól jobban átgondolható történet, és lehet, hogy most inkább ilyen utazósba csináljuk.
tényleg egészen addig, amíg nem találunk valami nagyon ideális helyet. A táborozáshoz, vagy a bázis kialakításhoz. Itt a lenti részen van pók, ami nem bífaló nincsen. Itt ezen a részen, ottól kezdtünk, ott egyértelműen adja magát a lehetőség. Mert ott van mező, és lehet, hogy azt csináljuk, hogy megkavarjuk kicsit a dolgot, és visszajövünk a úton. És elmegyünk a út másik végére. Megnézzük, hogy ott mit találunk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hát most ez egy ilyen rövidebb stream lett. Lehet, hogy délután vagy este fele lesz még stream. De legközelebb innen folytatjuk. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!